Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem között látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, az Érdligeti Általános Iskola igazgatóját, Vargáni Balog Erikát üdvözlöm. Köszönöm, jó napot kívánok! A mai alkalommal az iskola programjairól, az iskola házatáján történő eseményekről beszélünk, és hát tulajdonképpen azt azért mondjuk el, hogy az idei tanév már egy picit másképp telik, mint az előző tanévek voltak, hiszen itt 2011. júliusában megalakult az Érdligeti Általános Iskola, tulajdonképpen itt a Széchenyi, illetve Hunyadi iskola összevonásával, de mostantól ettől az évtől kezdve már az alsó tagozat és a felső tagozat külön épületben van. Hogyan oszlik meg most ilyen szempontból az intézmény a két épület között? Így van, ahogy elmondta, 2011 óta a jogelődi iskolák utódaként az Érdligeti iskola megkezdte a két épületben, illetve akkor még három épületben az oktató-nevelő munkát, és az e-tanév szeptemberétől pedig már csak a Diósdi úti székhelyen, illetve a Tóth utcai telephelyen kezdhettük meg a munkát, így eldőlt, hogy a 18 alsós osztályunk a Diósdi úti épületben kap helyet, és a 15 felsős osztályunk a Tóth utcai épületben. Innentől kezdve erre koncentrálva történt a tavalyi nyár folyamán a költözés, a berendezés és a belső tereknek a szépítése, alakítása, hogy az oktató-nevelő munka nagyon megfelelő színvonalon indulhasson és folyhasson a tanév során. Most pedig már tekintetünk kifelé irányul, tehát a külső környezetünk szépítését és rendezését tűztük ki célul a nyár folyamán erre. Ezzel lezárult most egy folyamat tulajdonképpen ezzel az alsó tagozat, felső tagozat szétválasztásával? Mondhatjuk, hogy itt az átalakulásnak a folyamatát értem ez alatt, tehát hogy ez akkor teljes mértékben, akkor most már lezárult, nyugvó pontra jutott, és innentől kezdve akkor most már tényleg zavartalanul folyhat az oktatás. Igen, hát ennek így kell tovább folynia, ez elrendezésileg, szakmailag, tehát hogy egyik épületben a szakos kollégák, tanárkollégák egy helyen mindenféle ingázás, nagyszámú ingázás nélkül végzik a mindennapi pedagógus munkájukat. Még mindig van 3-4-5 pedagógus, aki az idegen nyelv informatikát oktató, testnevelést, aki a két épület között végzi a munkáját, illetve jön az egyikből a másikba, de ez jóval kevesebb, mint az előző évben, ahol 25 körül mozgott a ingázó pedagógusok szám, és ez nagyon nem volt jó. Tehát szakmailag is ez megerősített bennünket, hogy ezt így kell csinálni, hogy egyik épület alsóssá, másik felsőssé válik, hisz két épülettel lehetett a jövőnket tervezni. Hogy melyikbe kik kerültek, az osztályok száma döntött el, hogy a 18 alsós osztály az a nagyobb épületben, így a Diósdi út épületben kapott helyet, és a másik tagozat pedig a Tóth utcai épületben. A Diósdi úti forfa épülettel mi a helyzet jelen pillanatban? Diósdi úti forfa épület már a városé. Igazából a birtokba vétel van folyamatban. Ott még tároltunk olyan eszközeket, amit nem tudtunk elpakolni szeptemberi tanévkezdésre, ősszel, mert úgymond megraktuk a raktárainkat, a pincénket. Most van folyamatban felajánlva a tankerület iskoláinak első körben azokat a bútorokat, eszközöket, amivel mi már nem akarunk foglalkozni, és el kell hagyni, hisz a város vezetés jelezte, hogy záros határidőn belül a kulcsokat is adjuk át, mert hogy ha jól tudom, óvodabővítési tervek között szerepel az a terület. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ott már tanítás egyáltalán nem zajlik? Nem zajlik szeptember óta. Ott zárt kapuk és zárt ajtók vannak szeptember óta. Pedagógusok hogyan fogadják még mindig azt az állapotot, hogy néhányuknak természetesen ingázni kell a két épület között? Jelent-e ez egyáltalán problémát? Nem egyszerű, nem örömmel végzik, de elvégzik a feladatot. Mindenképpen arra figyeltünk, hogy órarendileg lyukas óra legyen az egyik helyről a másik helyre menet közben, tehát nem a 15 perces szünetben kell megtenni azt a majdnem másfél kilométeres távolságot a két épület között, és azért így emberbarátibb ez a megoldás. Természetesen arra törekszünk, hogy ha lehet, minél jobban csökkentsük, vagy akár ezt kiküszöböljük, hogy úgy legyen a szakos ellátottság a telephely székhely között, hogy mindenhol legyen olyan kollega, aki tudja azt a bizonyos tárgyat tanítani, és akkor nem kell az ingázást betervezni.
És a diákok, illetve a gyermekek és a szülők körében okozott-e, vagy okoz-e még valami problémát az, hogy mondjuk, hogy esetleg van olyan, akinek eddig a Diósdi épületbe kellett járni mostantól innentől kezdve, vagyis hát ettől a tanévtől kezdve már a Túr utca a célintézmény? Hát okozott problémát, ezzel levesztettünk létszámot is, mert azért nagyon sok család úgy gondolta az elmúlt két tanév, az ideje a második tanév, hogy ebben a rendszerben élünk, dolgozunk, hogy egyik vagy a másik épület oly messze van a lakástól, hogy változtatott, és Érd vagy nem Érd másik iskolájába vitte el a gyermekét. Tehát ezt láttuk a létszám adatokon. Bízom benne, hogy mondjuk ez a folyamat megáll, mert oly színvonalas és oly gazdag programokkal teli mindennapokat tudunk nyújtani a gyerekek és így a szülők részére, hogy meg fogja még jobban érni, hogy megoldják a távolság, adta nehézségeket, és hozzánk hozzák továbbra is a gyerekeket. Gond, ugye ez negyedikből ötödik beváltás, a tavalyi évben ezt láttuk, tehát mindig is csökkent a létszám, mindig is mentek 8 osztályos kisgimnáziumba gyerekek, de azért ez magasabb létszámmal történt az elmúlt évben. Bízunk abban, hogy idén már nem lesz ennyire magas, de aki úgy dönt, hogy mégsem, hát az ő döntését tudomásul kell vennünk. Kik vannak most többen az iskolában, az alsósok vagy a felsősök létszám szempontjából? Alsósok vannak többen, összesen 741 tanulónk van, ez az októberi statisztikai adat, ez mindig egy-kettővel mozog, mert költöznek, vagy el, vagy be Érdre, és jönnek hozzánk, vagy távoznak. Az alsósok 420-valahány fő, és a 301 néhány a felső tagozat. Tehát alsóban párhuzamban 4 vagy 5 osztályunk van. Felsőben egy, a mostani 5. évfolyamon 3 osztály, a többinél 4 osztály van párhuzamban. Jövőt illetően az ideális, hogy a 4 osztályos párhuzamos osztályokat meg tudjuk tartani. Jelenleg a jövő tanévre is 4 első osztállyal fogunk tudni indulni, legalábbis a beiratott tanulók létszáma alapján. Ez az, amit már a tankerületigazgató most jóvágyott. Mennyire jelent problémát a két épület közötti kommunikáció? Azért ez egy furcsa szituáció, hogy tulajdonképpen egy intézmény, de két egymástól teljesen különálló épületben kell ezt természetesen érteni, ráadásul jelentős a távolság, 1,5 kilométer. Nem egyszerű. Tehát mind a két helyen kellene, hogy az igazgatót legyen, és én ingázom. Egyik nap többségében a Diósdi úton a székhelyen kezdek, de Delente saját tanórámat, fejlesztő foglalkozásaimat is a Túr utcában levő gyerekekhez osztottam be a tantárgyfelosztásnak, hogy minden nap menjek abba az épületbe, és ott találkozom a kollégákkal, a helyettes kollégával, és aztán, ha kell, akkor a délutánban vissza a székhelyre, és a munkát el kell végezni. Ahol nem vagyok jelen, ott azért hiányolnak. Kevesebbet tudtam lenni ebben az átállós tanévben a nagyoknál, és majd a jövő évben az idei tapasztalatokat levonva megpróbáljuk egy picit másképp beosztani ezt, hogy többször legyek ott reggel, a délelőttben, és a délutánt inkább a kicsi épületében, tehát fordítani ezen, mert úgy tűnik, hogy ezt igényelné a felső tagozat. Programok szempontjából igyekeznek külön bontani akkor szintén alsós-felsős programokra, vagy valahogy meg tudják oldani, hogy tulajdonképpen az iskola összes tanulója, mind a több mint 700 gyermek azért együtt valósíthassa meg az elképzeléseit, természetesen, ahogy mondtam, az előbb is programok szintjén. Először is alsó és felső tagozat szintjén működnek a programjaink, mert nincs olyan terünk, ahol ekkora gyereksereget fogadni tudnánk. Tehát a karácsonyi koncert a szülőknek a Szepes Művelődési Központban volt, kibéreltük, mert a egyik tornateremünk sem akkora, hogy ilyen létszámot fogadni tudjon. A Szepes se tud ennyit, de mégis nagyobb, mint a mi helyszíneink. Azért próbálunk közös
kapcsolatokat, hisz a szeptemberi bográcsozás a Túr utcában volt az összes 33 osztályunknak meghirdetve, és onnantól az épületnek minden terme, illetve az udvara, a 33 osztály szülői összefogásából a bográcsozás, a húsütögetés, a mindenféle finomság készítése és a jó délutáni hétpróbás ügyességi vetélkedők gyerek-gyerekkel, szülő-gyerek párosban nagyon-nagyon jól sikerült program volt, és ez régről egy hagyományápolás, és direkt egy helyszínre szervezve. Tehát ilyen módon meg tudtuk csinálni. Vagy most márciusban majdnem sikerült, de azért ez a tavasziban a téli időjárás keresztbe húzta, hogy egy helyen legyen 700 gyerek, abban a suli rajongónak a sportfeladatot, suli mozgató címet viselő sportprogramban, amit végül is a két helyszínen külön, egyik tornateremben, másik tornateremben kicsik, illetve nagyok, de az is szép szám, hogy egyik ott van a 401 nyány gyerek, a másikban a 301 nyány gyerek, illetve az iskola körüli futástban mindenki részt vesz, és nem csak a gyerekek, hanem sok kollega, akár szülő is. Milyen jelentős előnyök származhatnak egy ilyen intézmény felosztásból? Vannak-e önök, amit mondjuk hogy a saját hasznukra tudnak fordítani, hogyha már az iskola számára két épület áll rendelkezésre? Az előnye az, hogy egy helyre tudtuk most koncentrálni a két elődintézménynek a, mondjuk a tárgyi eszközeit. Mind a két helyen volt fizika-kémia előadó, hozzávaló eszközök, butozzat, kísérlethez mindenféle dolog, és az most egy helyre koncentrálódott, és nagyon szépen felszerelt laborunk és szertárunk lett ezáltal. Vagy az idegen nyelvoktatáshoz, az összes tantárgyhoz való eszközpark, a szerint, hogy alsós vagy felső tagozatban van rá szükség, a szerint ez egy helyen koncentrálódik, tehát így ez az előnye ennek a felállásnak. És az iskolának az oktatásáról egy-két gondolatot tulajdonképpen, hogy mire helyezik a fő hangsúlyt. Emelt óraszámban például lehet találkozni idegen nyelvoktatással, informatika oktatással, valamint előtérbe kívánják helyezni a természettudományos oktatást is. Hát például itt a természettudományos oktatás kapcsán mire kell gondolni, mit kell ez alatt érteni, hogy előtérbe akarják helyezni? Előtérbe helyezzük azért is, mert a VMG-s támopos pályázatnak részesei voltunk mind a két elődintézmény, és érdligetésként most zárult, és a fenntartási idő ezután következik. Laborgyakorlatokra jártak, fognak járni a gyerekek, a kollégák viszik őket, és kémiasó, fizikasó, kísérletező délutánok, hetek, és lenyúlva az alsó tagozatban negyedik osztályok is ellátogattak a Túr utcába, és részt vettek ilyen nyílt programokon, ami a természettudományos oktatás felé való nyitás jelentett. Ez elsősorban fizika és kémia tantárgya vonatkozik. Földrajz, biológia vonatkozásában is azért természetjáró szakkör, kicsikkel, nagyokkal, havi bakancstúrákat szervez évek óta, egy kollega is ez tovább folytatódik. Ökoiskola címen belül most már külön a két épületben ennek való szelektív hulladékgyűjtés, gyógynövényeknek a telepítése és a komposztálás és minden egyéb olyan tevékenység, amit az adott helyen meg tudnak most újdonságként tervezni, szervezni és valósítani, az beindult, és azzal foglalkoznak a kollégák. Az emelt óraszám, az idegen nyelv és az informatika területén mit jelent pontosan? Még itt kiegészítenem, és a matematika itt van. Ez azt jelenti, hogy heti 3 óra, heti 5 órás az idegen nyelv, tehát az alapóraszám 3, és ez felső tagozatot jelenti. Aztán a matek is 4 óra mellé plusz 2-vel, tehát heti 6 órás, az informatika az 1 plusz 1-jel heti 2 órás emelt óraszámú oktatást jelent. Azoknak, akik választják ezt, most felmenő, kimenőben még az előd iskoláknak a tanulói, aszerint az elosztás szerint vannak a rendszerben, ahogy bejöttek, illetve ötödikbe váltva, vagy lépve az új köznevelési törvény előírása szerint, az új átdolgozott alapdokumentumok szerint a belépő első, illetve ötödiknél is úgy terveztük, hogy ez az emelt óra számoktatás megmarad, illetve alapból, alsó tagozaton a harmadik osztálytól megkezdjük az idegen nyelvoktatást, és negyediktől pedig az informatika oktatást, ami a kerettanterv szerint későbbre volt javasolva. Mi indítjuk így.
az emelt óraszám az meghozza a gyümölcsét, eredmények vannak esetlegesen tanulmányi versenyek kapcsán, említettünk-e ilyeneket? Hát minden tovább, igen, mennek a gyerekek mindegyik tárgyal kapcsolatos versenyekre, szép eredményeket érnek el, de az emelten kívül is nagyon-nagyon sok versenyre készítenek fel, úgy a kicsiknél az alsós tanító kollégák, mint a nagyoknál tanár kollégák, osztályfőnökök, szaktanárok, magyarral, helyesírással, környezetismerettel, matematikával, városi, területi, megyei, országos versenyekre is mennek, bejutnak és szép eredményeket hoznak, illetve levelezős versenyeket is nagyon sokan sokfajtára beneveznek, és ott vannak az élmezőnyben. És még emellett ott a sport, nem szeretném kihagyni, mert a sport területén is a tömegsport jellegű játékos labdakidobó verseny, vagy váltóversenyes vetélkedők, kézilabda verseny, ami a Németh Helga nevéhez kapcsolható utánpótlás nevelésben a harmadik évfolyamosok testnevelési óra keretén belül kapnak oktatást. Nem régen volt a Batthyány sportcsarnokban ennek a városi szintű vetélkedője, és bizony az Érlégetiskola elhozta a vándorkupát, és megnyerték a harmadik D-osztályosaink a versenyt. Tehát nagyon-nagyon nagy örömmel tölt el, és büszke vagyok rengeteg gyerekemre, tanulónkra, és nagyon sok kollégára, mert gyönyörű eredmény. És boldogan adom, és írom alá az igazgatói dicséreteket. És beszélgetésünk legvégére hagytam egy nagyon jelentős eseményt, tehát tulajdonképpen egy üzletláncnak volt a felhívás, amikor egy nyereményjáték, ami Suli Rajongó névre hallgatott, és hát ezt a Suli Rajongó elnevezésű játékot az Érlégeti Általános Iskola megnyerte, és ezzel 5 millió forintot hozhattak el, és most innentől kezdve már ezzel rendelkezhetnek, és felhasználhatják az iskola fejlesztésre. Honnan jött az ötlet, hogy beneveznek erre a játékra? Januártól indul a történet. Kollégák meg szülők szóltak, hogy meglátták, hogy hirdeti az üzletlánc ezt a Suli Rajongó játékot, ami az egészséges táplálkozás, mozgássport jegyében meghirdetett országos mozgalom. Erre regisztrálni lehetett, kellett, és úgy gondolták, mert a fődíj 5 millió, és több milliós második, harmadik és különdíjas nyeremény volt kiírva, hogy próbáljuk meg, mert a célunk, hogy a sportmozgáshoz az udvarainkat rendbe tegyük, felső tagozatnál, a Túr utcában a szilárdburkolatú udvart létrehozni, és a sportoláshoz megfelelő feltételeket szeretnénk most már teremteni. A kicsiknél, a Diósdi úton meg játszótér jellegű játszóudvart, mert szükségük van rá, és jelenleg ott ez hiányzik. És így a regisztráció megtörtént, és aztán mindenki szólt a családban, a barátoknak, rokonoknak, és ez így elterjedt iskolán belül, aztán Érd városon belül, kiderült közben, hogy Érd városnak több iskolája ebben nem vesz részt, tehát kértük innentől az iskola vezető kollégákat, meg a szülők mozgatták az ismerőseiket, munkatársaikat, és ez így szépen kiterjedt, mert kupongyűjtési akciót kellett végrehajtani, tehát minden 5000 forintos áruházi vásárláshoz adott a cég egy kupont, annak volt egy azonosító szám, és ezt az adott iskola regisztrációjába be kellett vinni, és ez egy-egy pontot ért. Február első felében volt a regisztrálás, és április 8-áig tartotta a vetélkedő. Az országban közel 800 iskola benevezett. Voltak feladatok. Februárban az egészséges táplálkozással kapcsolatban kellett videós, fotós anyagot iskolai programról, tehát egészséghét volt napköziseknél, termésbábokból. Ezt összerakták a gyerekek, kollégák, beküldtük, és ez rendben volt. Márciusban pedig a sportmozgás, minél több gyerek, minél többen egyszerre mozogjanak, ez volt, amit az előbb is említettem, hogy az idő miatt két helyszínen, de minden gyerek részt vett ebben, ennek az anyagát beküldve tovább tudtunk lépni a vetélkedőben, közben gyűjtötték a kuponokat úgy, hogy osztályok, tanítóval, szülővel, családok tanítás után mentek az áruházhoz, tehát nem csak a családvásárlót, hanem az ott vásárlóktól kérték el, hogy támogassák azzal az iskolánkat, hogy odaadják a kupont, és akkor mi beregisztráljuk. És ez így nagyon eredményes volt, és végül is
április 8-a zárása 42.862 pontot gyűjtve, majdnem 2000 ponttal megelőzve a második helyet, megnyertük a fődíjat, az 5 millió forintot. Hát végtelen boldogság. Egyszer a pénz, de igazából a legnagyobb nyeremény az, hogy a közösségépítést mennyire elősegítette ez úgy a gyerekeknél, mint a kollégáknál, mint a szülők körében. Itt már mindenki az érdligeti iskoláért gyűjtötte, és az iskola céljaiért gyűjtötte a kuponokat, és hát ennek nagyon nagy motorja volt néhány kollega mindenki mellett. Azért szeretném megemlíteni itt Lukácsin és Szilvi igazgatóhelyettesemet, a felső tagozatos igazgatóhelyettest, Urbánfi Szilvi diák önkormányzatot segítő pedagógusunkat, illetve Kovácsné Gombos Andreát a tanítók közül, aki elsőként ezt úgy elindította, és az utolsó percig nagy-nagy lendülettel, lelkesedéssel, éjjel-nappal, ezt figyelve, nézve és ezzel munkálkodva az összes többi kolléga mellett természetesen. Úgyhogy sikerült beoltani mindenkit, és mindenki belendült, és gyűjtötték, és mentek, és mindegy volt, hogy hétvége, munkanap, pihenőnap, mindenki apait, anyait beleadott, tehát szívét, lelkét, hogy ez összejöjjön. És sikerült, tehát ez nagyon nagy eredmény, a közösséget sikerült összehozni, és még ez a pénz megvan a helye, hogy hova. Én mikor kívánják felhasználni a megnyert összeget? Most van folyamatban, hogy majd utalásra kerül. Nyárra, tehát a jövő tanévet szeretnénk úgy kezdeni, hogy minden megvalósult, ahogy szeretnénk, mert hogy az iskolák, tehát az elődintézményeknek ugye az alapítványai, és gyűjtöttek már udvari célokat kitűzve, és hát kértük a jelen fenntartót, kértük még a városvezetést is, hogyha tudnak, segítsenek, hogy ez most már tényleg úgy nevezett, hát érdi gyerekek iskolájához, a mindennapos testneveléshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez megfelelő körülményeket biztosítsunk. Megérdemli ez a csapat, én úgy gondolom. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztőt látták, műsorainkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban, és további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!